bemutatkozni. Sohány Magdolna vagyok, itt lakok Tábortalván, igaz, nem régóta. De van egy olyan nagy mozgalom, aminek a részese vagyok. Ez egy környezetbarát mozgalom. A globális felmelegedés ellen próbálunk tenni, mégpedig ezzel a fával. Bizonyára önök is tapasztalták már, hogy a globális felmelegedés már a hétköznapjukba is belépett, bármennyire furcsán hangzik. Ugyanis itt ezen a környéken megindult az elsivatagosodás. Nagyon szélsőséges az időjárás. Egyik nap még tél van, másik nap meg már szinte nyár. Ezt idén tavasszal teljesen jól megtapasztaltuk. Ennél sokkal erőteljesebb problémákat is okoz világszerte. Leolvadnak a havas területekről a havak, a gleccserek, ami ivóvízbázist ad országoknak. Tavak pusztulnak, tehát tavak élővilága pusztul ki, kiszáradnak olyan területek, ahonnan a vizet nyernek az emberek számára ivóvíznek. Tehát ez egy nagyon-nagyon jelentős probléma, ami az egész világot érinti. Éppen ezért szükség van egy olyan széleskörű összefogásra, amivel ezt a folyamatot vissza lehet fordítani, ugyanis ezt az emberiség okozta magának. A szén-dioxid kibocsátás mennyisége volt az, amivel leginkább okoztuk ezt a problémát, és ezért azzal tudjuk visszafordítani, hogyha ezt a szén-dioxid kibocsátást lecsökkentjük, illetve amit már kibocsátottunk, azt valahogy elnyeletjük a környezettel. Erre alapvetően a fák és a növények a legalkalmasabbak, tehát alapvetően a biológiai megoldás az, ami valódi megoldást fog adni. Ezért is hoztam el önöknek ezt a fát, és szeretném jelképesen átadni majd a polgármester úrnak és az egész falunak, azzal a célzattal, hogy önök is részesévé váljanak ennek a mozgalomnak, és mindenkinek legyen a kertjében egy ilyen fa. Ugyanis ez a fa egy hektáron 150 tonna szén-dioxidot nyel el, ellentétben az átlag magyar erdők 1,7 tonnás szén-dioxid elnyelésével. Emellett 48 tonna pólt megköti a levelén lévő szörökkel a pollent, a smogot, tehát tisztítja a levegőt, és 75 tonna oxigént is kibocsát, tehát egy hektárnyi ilyen fa 205 ember oxigén szükségletét is biztosítja. Éppen ezért szeretném kérni önöket arra, hogy ott, ahol a gyermekek arcát festem, szintén polgármester úr jóvoltából, jöjjenek oda és látogassanak meg minket, kérdezzenek a fáról, érdeklődjenek róla, hogy megismerjék ezt a megoldást. És ezúton most akkor szeretném átadni polgármester úrnak ezt a fát, és tiszteljék és becsüljék meg ezt a polgármestert, mert ő önmaga is hozzátette azzal, hogy a falu nem csak az adományt fogadta, hanem a falu még vásárolt is ezen felül 20 darab ilyen fát. Úgyhogy egy nagyon szép követendő példának gondolom őt, és vannak rajta kívül még jó páran mások, akik követik ezt a példát. Remélem, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz.